Herrik Slavicnak és idősebb Antal Józsefnek emléket állító szobrot avattak a Goldman György téren. A szobor ünnepélyes avatásán Kövér László, az országgyűlés elnöke köszöntő beszédet mondott. A magyar-lengyel barátság bizonyítékát elevenítette fel Antal József és Herrik Slavik kapcsolatának méltatásával. Kövér László arról is beszélt, hogy a visegrádi csoport hamarosan kezdődő magyar elnöksége folytatja a posztot, a jelenleg betöltő Lengyelország által kezdett munkát. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyez majd Magyarország a régió versenyképességének fokozására a digitális világban. A visegrádi 4-es soros elnökségünknek ott 4 címszóval tudjuk ezt körülírni. A visegrádi 4-ek együttműködése, 4-es körben annak az erősítése, a regionális kitekintése, az Európai Unión belül, illetve a világpolitikában, természetesen az Európai Unión keresztül. És negyedik pontként pedig a digitális világban, ami pedig a régiónak a versenyképességének az erősítését tartalmazza. Marek Kuczynski, a lengyel Sejm elnöke ünnepi beszédében szintén a két nép közötti barátság történetéről beszélt, miután a két férfi történelmi tevékenységét elevenítette fel. Az 1894-ben született Herrik Slavik lengyel baloldali újságíró és politikus, emigráns diplomata, vértanúságot szenvedett embermentő, aki idősebb Antal Józseffel együttműködve 1939 és 45 között több a menekültek nevére hamis útleveleket állíttatott, illetve hamis igazolást adott ki a katolikus felekezethez való tartozásukról. Önként vállalt vértanúságot a Mauthauseni koncentrációs táborban. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere felidézte, hogy a most felavatott Goldman György téri szobor párját néhány hónapja adták át Varsóban, ahol a megemlékezés alkalmával szintén a magyar-lengyel barátság fontosságát hangsúlyozták. Ez nagyon fontos, hogy emlékezzünk a történelmünk ezen részére is, és igyekszünk olyan módon is ennek eleget tenni, hogy olyan közterületeket nevezünk el fontos emberekről, akik ebben a munkában részt vettek, vagy most szobrot emelünk és helyezünk el közterületen, amik emlékeztetnek erre a történelmi eseményre is. És hát ugye ez egy iker emlékmű, amelynek a párja Varsóban áll. Varsóban tavaly novemberében lett felavatva, úgyhogy ez egy ilyen kölcsönösen egymás tiszteletét kifejező szoborcsoport. Tarlós István főpolgármester a közelmúltban elhunyt Jókai Anna szavait idézte. A jelen sokkal tartozik a múltnak, és ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől nem követelhet semmit. A két ország közötti barátság a világot elárasztó gonoszságot is túléli. Idősebb Antal Józseffel kapcsolatos emlékeit menye, az ifjabbik Antal József felesége, Klára asszony idézte fel. A második világháború alatt, mikor szegény lengyelek két tűz közé kerültek, a németek és az oroszok közé, akkor sok ezeren menekültek Magyarországra. És az apósom a belügyminisztériumban volt tisztviselő, és őt osztották be arra a feladatra, hogy foglalkozzon a lengyelekkel. Úgyhogy a férjem mesélte, a gyerek korában folyton arra ment haza az iskolából, hogy lengyelek voltak a lakásban a lengyel menekülteknek a vezetői. Idősebb Antal József 1896-ban született, és 1974-ben hunyt el. A második világháború alatt menekültügyi kormánybiztos volt, nem csak a menekültek menekülését segítette, hanem gondot fordított a több ezer zsidó ellátására. A német megszállást követően lemondott, majd a Gestapo letartóztatta. Később embermentő tevékenységéért a világigaza kitüntetést is megkapta.